Markóczi testvérek hirdetésének az alapigéje Bírák könyvében a 4. fejezetben van megírva. Tehát a Bírák könyve 4. fejezetét fogjuk elolvasni, ezt a gyülekezet helyéről felállva hallgassa, kövesse. Az Úr szent igéje hangzik így, Bírák könyvében, a 4. fejezet 1. versétől elkezdve. Izrael fiai Éhud halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért odaadta őket az Úr Jábinnak, a Kánaán királyának a kezébe, aki Hácorban uralkodott. Hadsereg parancsnoka Sisera volt, aki Harósed Góimban lakott. Ekkor segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz, mert Jábinnak 900 vas harci kocsija volt, és 20 esztendeig keményen sanyargatta Izrael fiait. Abban az időben Debóra prófétanő Lappidót felesége volt a bíró Izraelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni Ráma és Bétel között, az Efraim hegyvidékén, ide jártak fel hozzá Izrael fiai, hogy ítéletet hozzon. Elküldött Bárákért, Abinoám fiáért, és elhívatta Kedes Naftaliból. Azt mondta neki, ezt parancsolja az Úr, Izrael Istene, menj, vonulj a Tábor hegyére, védj magad mellé 10 000 embert Naftali fiai és Zebulon fiai közül. Én pedig ellened vezetem a Kison patakjához Siserát, Jábin hadsereg parancsnokát harci kocsijaival és hatalmas seregével, de a kezedbe adom őt. Bárák azonban ezt mondta neki, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek. Debóra azt felelte, szívesen elmegyek veled, de akkor nem a tiéd lesz a dicsőség azon az úton, amelyen elindulsz, mert asszony kezébe adja az Úr Siserát. Azzal fölkelt Debóra, és elment Bárákkal Kedes felé. Bárák pedig Kedesbe hívta Zebulont és Naftalint, és 10 000 ember vonult a nyomában, vele ment Debóra is. A kéni Héber külön vált a kéniektől, Mózes sógorának, Hobábnak a fiaitól, és Caanaim tölgyeséig sátorozott, amely Kedes mellett van. Amikor jelentették Siserának, hogy Bárák, Abinoám fia felvonult a Tábor hegyére, Sisera a Kison patakjához vezérelte összes harci kocsiját Harósed Góimból, a 900 vas harci kocsit és egész hadi népét. Akkor ezt mondta Debóra Báráknak, támadj, mert ezen a napon kezedbe adja az Úr Siserát. Az Úr vonul előtted. Bárák lejött a Tábor hegyéről, és mögötte a 10 000 ember. Az Úr pedig megzavarta Siserát összes harci kocsijával és egész táborával együtt Bárák fegyvere előtt annyira, hogy Sisera leugrott hadi szekeréről, és gyalog futott el. Bárák pedig üldözte a harci kocsikat és a tábort egészen Harósed Góimig. Sisera egész tábora elpusztult fegyver által, egyetlen ember sem maradt meg. Sisera gyalog futott Jáélnak, a kéni Héber feleségének a sátráig, mert béke volt Jábin, Hácor királya, és a kéni Héber háza népe között. Jáél kijött Sisera elé, és azt mondta neki, térj be, uram, térj be hozzám, ne félj! Betért hozzá a sátorba, és ő betakarta egy takaróval. Sisera ezt mondta neki, adj innom egy kis vizet, mert szomjas vagyok. Erre az asszony kinyitott egy teljes tömlőt, inni adott neki, és betakarta. A férfi ezt mondta neki, állj a sátor nyílásához, és ha jön valaki, és azt kérdi tőled, van-e itt valaki, mondd, hogy nincs. Ekkor Jáél, Héber felesége fogott egy sátorcöveket, kezébe vette a pörölyt, halkan bement hozzá, és beleverte a cöveket a halántékába, úgy, hogy oda szegezte a földhöz. Sisera ugyanis mélyen aludt, mert fáradt volt. Így halt meg. Amikor Bárák Siserát üldözve odaért, Jáél kiment elé, és azt mondta neki, gyere, megmutatom neked azt az embert, akit keresel. Bement hozzá, és Sisera ott feküdt holtan a cövekkel a halántékában.
Így alázta meg Isten azon a napon Jábint, Kánoán királyát Izrael fiai előtt. Izrael fiainak a keze ezután mind jobban ránehezedett Jábinra, Kánoán királyára, míg csak el nem pusztították Jábint, Kánoán királyát. Eddig olvastuk az igét, foglaljon helyet most a gyülekezet. Drága testvéreim, Úr Jézus Krisztusban, nagyon boldog a szívem, hogy újra megnyithassuk Istennek drága igéjét, az ő drága beszédét, és hiszem, hogy nagyon figyelmesen hallgattuk ezt a történetet, ezt a bibliai történetet, amely azzal kezdődött, hogy Istennek népe megint nem hallgatott az Úrra, és az Úr kiadta az ő népét az ellenség kezébe, hogy megalázza őtet, megtörje őtet, és hogy megint Isten népe keresse az Urat, és megint helyére visszatérjen onnan, ahonnan kiesett. És ez nagyon sokszor így újra és újra ismétlődött a Isten népének életében, ez a szófogadatlanság, ez mikor megint jó ment a sora, akkor elfeledkezett Istenről, és nem figyelt az Úrra, hanem figyelt azokra a dolgokra, amit őtet érdekelték, és elfordult Istentől. De Isten nem hagyta föl. Ez az a Istennek csodálatos türelme, drága testvérem, drága barátom a te életedbe, hogy ezerszer ígértél valamit az Úrnak, és Isten komolyan vette, ezerszer komolyan vette a te ígéretedet, a te döntésedet, és mégis talán most 1001-szer is az Urat elhattad, elszomorítottad, saját utadra tértél, és az Ézsaiás proféta így szól a 53. részben, hogy az volt a mi bűnünk, hogy ki a maga útjára tért, hogy ki a maga esze, maga érdekei, maga kívánságainak útjára tért, és ezzel eltértünk Istentől, és egész a szakadék széléig jut az ember. De ő az ő szeretetében nem mondott le, ő elment és keresett bennünket. Hát ez egy hatalmas igazság a mi életünkbe is. Máshol találta meg az én László testvéremet, máshol találta meg az én drága testvérnőmet, aki most bizonságtételt elmondott, és máshol talált meg engem, de mindenkit ott talált meg a saját útján, és az saját érdekei és saját esze útján, ahova fordultunk. De ő szeretett, és nem mondott le. Mikor arra gondolok, testvérek, hányszor ígértem már gyermekkoromban is Istennek, hogy Uram, én akarlak téged követni, én kereslek téged, én szeretnék hű lenni hozzád, Úr Jézus. És hányszor újra és újra elfordultam, és mikor úgy jó ment a sorom, mikor úgy már azt gondoltam, hogy hát el vagyok, én már mostan kezembe veszem az én életemet, és megint a szakadék szélére jutottam, és megint kihozott az Úr, és újra megsegített. Én megmondom nektek, testvérek, én nekem nem lenne annyi türelmem az emberhez, amennyi türelme volt a mi Istenünknek az én életemhez. Nem volna annyi türelmem. Egyszerűen én már egy olyan emberben, mint én vagyok, én már belerúgtam volna. Egyszerűen azt mondtam volna, ez nem igaz, ez megint megcsalt, megint becsapott, megint ígért, olyan őszintén mondta az a Sándor, úgy rebegte, úgy, hát az csak hallani, látni kellett volna, és megint honnan, ott van megint a szakadék szélén. Mi volt ez az oka, testvérek, hogy ördögnek mindig sikerült valahova oda szorítani az én életemet, elcsábítani. Tudjátok, voltak olyan erősségek, olyan erős dolgok az ördög kínálataiba, amire én mind olyan csalik, így lehet mondani magyarul, ilyen csalik, amire mindig rácsalt az ördög, és megfogott rajta. És tudjátok,
ezek a 900 vas szekér, az ellenségnek a vas szekere, az jelképzeli az ellenségnek, tudod, a vaskocsi az olyat, amit nem lehet szétverni. Vaskocsi az egy biztonságot jelent. Ördögnek vannak ilyen vas szekerei az ő kínálataiban, az ő harci eszközei között, vaskocsiai, amikkel, mikor tudja, hogy bejön a te életedbe, akkor átgázol, végiggázol a te lelkedem, végiggázol rajtad, és letipor a sárba, letipor a földre, és azt mondja, ó, Barkóczi Sándor, ismerem, tudod mit? Elég neki csak egy ezt vagy azt megmutatni. Jövök ezzel a 856. vasszekeremmel, végiggázolok, és Sándor, puf, és már tehetetlen. És ezek a vasszekerek, ezek a ördögnek vas biztonságai, amelyekkel jön a te életedbe. De más vasszekereket használ a te életedbe, és más vasszekereket használ az én életembe. Az, ami én nekem kísértés, lehet, hogy neked egyáltalán nem. Lehet, hogy ami neked kísértés, nekem az lehet, hogy nevetséges, mert azt mondom, hát ilyen kísértéseid is vannak. Ugye megtörtént, hogy a feleségem valamit elkészített, jöttek volna délután vendégek, és jött valaki úgy látogatásba, csak úgy 5 percre bejött hozzánk, és Zsuzsikának már ki is volt számolva, hogy ennyi csirkecomb, ennyi tudok előadni a vendégek elé. És képzeljétek el, ez a valaki bejött hozzánk olyan 5-10 percre, és ameddig a Zsuzsika ment valamit a másik helyiségbe intézni, addig elkapta a csirkecombot, az egyiket, és megette. Ilyen kísérlet, hát nekem nevetséges. Én életemben valakinek a csirkecombját ki nem kapnám az ő tálából. De ő neki ez egy hatalmas kísértés volt. Képzeljétek el! Egyszerűen átgázolt rajta a sizsera a vaskocsival. Kikapta a sűt szombot a Zsuzsika táljába. Persze, hogy mink nevettünk a Zsuzsikával, nevetséges. De én aztán észrevettem, hogy ennek az ember életében ő neki, ha egyszerűen oda parancsol, oda jön az ördög azzal a vaskocsival, és végig gyúrja a gyomrát, ottan ropognak a csirkecombok is. Egyszerűen ott nincs, lássátok, tik nevettek, de ő neki egy komoly problémát jelent ez. Őtet itt legyőzi, ezen a téren legyőzi a vaskocsival a sizsera. No hát ezekről akarok beszélni nektek. Valakinek jön a sizsera azzal, mennyi oda dobált be automatába a te pénzedet. Te neked eszedbe se jönne. Ugye neked ez mi? Ilyen is van, ugye? De a sizsérának 900 vaskocsija van, aki minden emberre úgy el van neki készítve, mindenféle olyan erős dolgok, amire tudja, hogyha én bejövök a Isten népe közé, és ebbezzel vagy azzal megkísértem őt, akkor végig tudok gázolni az ő lelkén ezekkel a vaskocsikkal. Ezért így mondom nektek, hogy ez az ellenség mindig, egyszerűen lássátok, hogy az igéből is úgy ki van emelve, hogy 900 vaskocsia volt a sizserának, ugye? És Isten népe félt ezektől a vaskocsiktól. Isten népe félt ezektől a dolgoktól, amikre az ördög, az ellenség nagyon támaszkodott. Valakinek kísértések a nők. Valakinek kísértések a férfiak, valakinek kísértések a anyagi dolgok, a pénz kísértése, vagy dicsőség kísértése. És most vizsgáld meg, hogy mi az a vaskocsi, amikor jön az ördög, és te nem tudsz ellenállni, és végig gázol a te lelkeden, és megint ott vagy, és ott sírsz a te életedbe, és azt mondod, hogy Uram, megint győzött az ellenség. Hát hogy létezik ez? Uram, már ígértem neked, hogy nem veszem azt a cigarettát a számba, és megint rágyújtottam. Ó, Uram,
Kérlek, szabadíts meg! Vagy valakinek az önkielégítés bűne, vagy valakinek a internet, mikor rákattan egy olyan oldalra, ami gonoszság és tisztátalan oldalak. Egyszerűen megint, Uram, megint elestem, megint végig gázolt rajtam a sizsárának a vaskocsia. Ó, bocsáss meg! És Isten megint kegyelmez, és vissza-vissza terelget bennünket, és még mindig nem mond le. Drága lelk, drága lélek, drága testvérem, drága barátom, hadd mondjam neked, hogy bár sokszor már elszántad magad, és már ígéretet tettél az Úrnak, hogy már nem mész arra az oldalra, már nem fogsz ilyet gondolni, nem fogsz ilyet tenni, nem nyúlsz ilyen vagy olyan dolgokhoz, és újra, még mindig hisz neked Isten, még mindig ad neked lehetőséget, még mindig azt mondja, igen, mindent újjá teszek. Most is, még most is, mikor úgy látod, hogy már hányszor végig gázolt az a ördögi vaskocsi a te életedbe, hányszor becsapott, és te is hányszor az Urat elszomorítottad. Ma egy új lehetőség van arra, hogy valóban szabadulj. Na most, hogy történt ezekből az ördögnek erős, az ellenség vaskocsiai alól a szabadulás? Nagyon érdekes. Tudjátok, jött a kijelentett szó a Barák fele. És az volt neki mondva, hogy menj és vedd fel a harcot a Sisera ellen. És azt mondja, nem megyek, azt mondja ennek a prófétanőnek, nem megyek, ha csak te jössz velem. És azt mondja ez a prófétanő, ha én megyek veled, nem lesz tiéd a dicsőség. Mostan meg kell eztet értenünk, hogy Barák nem egy asszonyra támaszkodott. Hát ő tudta, ez az asszony tehetetlen. Mostan nem emberi, vagy asszonyi erőre, vagy az ő bölcsességére, de tudjátok, mire támaszkodott? Ő tudta, hogy ennek az asszonynak van kijelentett élő Istennek igéje. No, és itt van a titok. Itt van titok a győzedelmes életnek. Drága testvérem, ott, ahol nincs kijelentett ige, ahol csak olvassuk a Bibliát azért, hogy egy pipát csináljunk, hogy reggel is olvastam, este is olvastam, és nem élő ige jön, nem az a réma, nem az a kijelentett ige jön, akkor egyszerűen, akkor nincs győzedelmes élet. A igazi harc ott kezdődik, a szellemi harc, mikor van kijelentett ige. A Barák nem az asszonynak a jelenlétét támaszkodott, hanem élő kijelentett Isten igének a titkára. Ő tudta, hogy ott lesz azzal az asszonnyal, ott lesz, mert ő prófétanő volt, és ott lesz Istennek kijelentése, és amikor ott lesz ez az asszony, akkor Isten szól általa, most jobbra, most balra, most menjetek, vagy most álljatok le. És ő tudta, hogy a kijelentett ige által győzelmet fognak aratni a vaskocsik ellen. Halleluja! Mondd ez neked valamit? Keresd az Istennek kijelentett igéjét. Úgy olvasd az Bibliát, sírjál és könyörög, és mondd meg, Uram, elevenítsd meg előttem a te igédet, elevenítsd meg előttem a te beszédedet. Uram, mindig végig gázol az a ördög rajtam, mindig átgázol rajtam, és megint sárba vagyok tiporva, megint nyakig vagyok a bűnbe. Uram, segíts rajtam! És te, mikor átadod a te szívedet Jézusnak, akkor te ne csak pipálsz ki, hogy megint olvastam, hanem szóljon hozzád az ige. Elevenedjen föl az ige. Van olyan tapasztalat, hogy elevenné vált az ige? Van? Halleluja! És itt van a győzelemnek a titka. Hogyha ez megvan, testvérek, akkor én megyek a mindennapi életbe, megyek a harcokba, a küzdelmekbe, és nem gázol végig a ördög rajtam, hanem megint győzök, és megint egy vaskocsi az ördögnek, megint ki van verve a ég a kerékből, és szétpotyog neki a vaskocsia. Egyszerűen nincs esélye az ördögnek, hogy valamivel letiporjon, mert egyszerűen van kijelentett ige, és azáltal, hogy Isten szól, ezáltal
nyerek bizalmat a győzelemhez, a bűn felett. Ez nagyon fontos dolog. Az én életemben megtörtént, még van időm, nagyon figyelem az órát, az én életemben megtörtént az, hogy egy alkalommal nagyon zuhogott az eső, és akkor hívott a Szentlélek, gyere Sándor imádkozni. És én engedtem, mindent félretettem, zápor volt kint, nagyon esett úgy, hogy még befolyt az ablakokon is, a parapeten átfolyt a víz, és én térdre borultam, és az Úrral voltam. Engedtem Isten lelkének, ennek a hívásnak. És egyszer csak jön egy olyan benső hívás, és azt mondja, nyisd meg az igét. És én fogom a Bibliámat, megnyitottam, és olvasom. Kér tőlem, amit csak akarsz, és megcselekszem néked. Megijedtem. Gyorsan becsuktam, úgy becsuktam a Bibliát, hogy szinte megijedtem. Föl elevenedett előttem az ige. Miért csuktam be? Mert föl elevenedett. Egyszerűen kijelentett ige jött. És akkor megint kinyitottam, megint kikerestem, és olvasom, hogy kér, amit csak akarsz, mind megcselekszem számodra. És akkor éreztem Istennek jelenlétét. Azt éreztem, hogy körülvett Istennek jelenléte ott abban a szobában, kint zuhogott az eső, villámzott, és folyt a víz, és én ott voltam Isten előtt, és láttam, hogy mostan nekem az a legfontosabb, ami lehet, hogy én az Úrral vagyok. És akkor jött egy látomás, elém jött úgy, mint a Salamón elé jött az, hogy válasz magadnak, amit csak akarsz. És egy olyan tácnyi, egy olyan, hogy kell mondani, jól mondom? Ilyen tálca. Egy tálcán jöttek dolgok, és ott volt gazdagság, ott volt bölcsesség, elismerés, királyság, minden. Egyszerűen meg volt rakva ez a tálca mindenféle ilyen lelki javakkal, és én ránéztem erre a tálcára, és elsírtam magam, és azt mondom, Uram, én gyermek vagyok, én nem tudom, én nem tudom, hogy mi fogja a javamat szolgálni. Úr Jézus Krisztus, de engedd meg, hogy kérjek olyat, amit most nem látok ezen a tálcán. És akkor azt mondtam, Uram, két dolgot kérek tőled. Add azt a kegyelmet, hogy lép minden életemnek minden lépésén, dicsőítsd meg magad. És a másikat kérem, Uram, add azt, hogy hű legyek hozzád mindvégig. És ahogy kimondtam, a utolsó betű még a számon volt, akkor a mendörgés, egyszerűen olyan mendörgés lett, hogy én megijedtem. Egyszerűen, mint hogyha fölébredtem volna abból a álomból, abból a látomásból, abból a kiragadtatásból. Olyan Isten jelenlétében részt vettem, fölébredtem, és azt hallottam a mendörgésben, hogy ámen. Képzeljétek el, testvérek. És minden eltűnt, és jött az ördög. És azt mondja, na, te most a te uraddal így nagyon jó elbeszélgetsz, de tudod, mi történik kint a építkezésednél? Mindent a víz sodor el, viszi a te javaidat, viszi el a te a sódert, a homokot, mindent a ház elől, és mindent, amit nem tettél, minden a patakba úszik. És azt mondtam, és azt mondja, inkább menné és mentegetnéd a dolgaidat, azt mondja nekem az ördög. És én azt mondtam neki, hogy én nekem többet ér az, hogy én az Úr Jézussal most vagyok, és ha Isten akarja, megtartsa a dolgokat, ha nem, legyen meg az ő szent akarata, ő adta, ő el is viszi. És képzeljétek el, nem mentem ki, pedig nagyon nagy víz ár volt, ugye, és akkor másnap reggel megyek a munkahelyemre, akkor még jártam munkahelyre, és akkor azt mondja a kollégám, Sándor testvér, Sándor barátom, azt mondja, tudod, hogy ott abban a faluban, ahol te építesz házat, ottan nagyon nagy vízár volt. Azt mondja,
kisöpörte a nagy víz, a partokról jött, és kisöpörte az ólakat, a kacsákat, a malacokat, mindent a patakba, azt mondja, a sár, tele van a út sárral, egyszerűen olyan, mint a ítélet napja ott, ahol te építesz. És akkor jött az ördög, és hallom, hogy rögöd, azt mondja, na, mit mondtam neked? Te a te uraddal úgy nagyon kedveskedtél, és nem úgy mentél volna mentegetni a dolgaidat. Mondtam én neked? Hú, éreztem azt, tudjátok, hogy nagyon benne vagyok abba a présbe. Nagyon, nagyon szorongatva volt az én szívem, az én lelkem. De azt mondtam, legyen meg Isten akarata. De azt mondja a kollégám, de gyere, és megnézzük, hogy mi van ott a házadnál. Kiviszlek. Mondom, nekem most nem működik az autóm. Azt mondja, de én kiviszlek, mondja a kollégám. Kivitt oda, és testvérek, ne tudjátok meg. Nem tudtunk majdnem oda jutni a macskaköves úton, ugye. Egyszerűen nem tudtunk oda jutni a házhoz, mert 10-15 centi sár volt az úton egyszerűen, és mikor közeledtem a házamhoz, akkor már láttam azt a ítéletet. És tudjátok, mi volt a legnehezebb? Az volt, hogy a szomszédom, mikor jött az árvíz, akkor gyorsan levert karókat, és nagy ilyen vastag deszkákat lerakott, és hogy a víz ne menjen az ő házára, mind az én házamra ráirányította. És úgy, hogy betörte az ajtót a nagy árvíz, és a lépcsőkön folyt le a másik, hátul még kivágta az ajtót, ugye, és egész házamon a patak folyt át. El tudjátok képzelni, hogy milyen helyzet, új ház, és minden újra volt festve, minden le volt csempézve, és milyen károk voltak, és röhögött az ördög, és azt mondta, no mondtam neked, hogy menj és menteged, hát te neked fontosabb volt a te uraddal, és mondom, fontosabb volt. De éreztem, testvérek, hogy egyszerűen annyira meg van próbálva az én lelkem, és akkor ott hattam, vagyis először a kolléga azt mondja, hát látod, mit csinált a szomszéd is? Fogd meg, nyakon fogd, és csavarj egyet rajta, azt mondja. És mondom, ne, hadd őtet békén. Hozzá se szóltam. Előttem rángatta ki a karókat, ott a házam előtt, ahogy ráengedte a házamra a vizet és mindet, ott rángatta előttem is, és nem mert úgy nézett, mint a kutya egyszerűen nem is mert rám nézni, úgy ment és vitte a karókat. De én nem szóltam neki árva szót se, csak ott álltam, néztem, és hatalmas fájdalom volt a szívembe, és mondom, Uram, beképzeltem magammal. Valóban te nem szóltál. Pedig úgy hallottam, hogy áment mondtál abban a mendörgésben, hogy megszólaltál nekem, Uram. Beképzeltem. Nem így van. Bocsáss meg, Uram, nem is tudom, most össze vagyok úgy zavarva. Uram, de ez volt az én kívánságom, hogy dicsőíts meg magad az életem minden lépésén. Úr Jézus! És éreztem, hogy egy nagyon nagy nyomás volt az én életemben. És akkor elmentünk onnan, és nem szóltam semmit a szomszédnak. Az én kollégám azt mondja, te, veled nem tudunk még veszekedni se. És azt mondja, hogy hát pedig én megcsavartam volna a nyakát, ha a te helyeden lennék. És akkor mondom, az Úr adta, az Úr elvette, legyen dicsőítve az ő szent neve. És szó nélkül elmentem. De sírt a lelkem, és hazamentem, és leborultam, és azt mondtam, Uram, engem a világon senki nem tud megvigasztalni, egyedül csak te. De te meg tudsz vigasztalni, szólj hozzám, Uram. És megint megnyitottam az igét, és ott volt a 81. vagy 91, nem is tudom most pontosan, Zsoltár, és ott van az, hogy megpróbáltalak a vizeknek, a vizek mellett, meg lehet azt nézni, jó, érdekes lesz. Tibor testvérem, segítsz, ugye? Úgy látom, hogy ez 81-es Zsoltár, 81-es Zsoltárba talán lesz ez. Igen, és olvasd el, légy szíves, segíts nekem,
azt mondja, hogy 6., 7., 8. vers. Intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. Ismeretlen beszédet hallottam. Levettem válláról a terhet, keze megszabadult a kosárhordástól. Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből, mennydörgésben, próbára tettelek Méribá vizeinél. Megint szólt Isten, kijelentett ige, és én tudtam, hogy próbára voltam téve. Tudtam, hogy megpróbált Isten. De testvérek, az, amit, mikor jött az a ördög azzal a vas szekerével, és azt gondolta, hogy mostan egy csalódás, tudjátok, mert én nekem az volt életemben a legnagyobb kísértés. Tudjátok, nem voltam se nőcsábász, nem voltam se valamilyen igényes ember. De tudjátok, az életemnek mi volt a legnagyobb kísértése? A keserűség. Keserűség, mert kiskorom óta mindig megkaptam az adagot. Egy nap, mikor nem vett el az én édesanyám, akkor azt kérdeztem, mi van mostan valamilyen ünnep, vagy hogy miért nem vert el az anyám. Értitek? Egyszerűen, de mindig a keserűséget, és nyomták belem a bottal, a veszővel, a korbáccsal, nyomták belem a keserűséget, és én nekem nem volt más olyan nagy kísértésem, mint a keserűség. És az ördög mindig át tudott, mikor megbántott, mikor valaki gonoszul cselekedett, vagy megbántott, akkor úgy éreztem, hogy átvonult a gonosznak az a vas szekere, és megint ott voltam, és mondom, Uram, meg akarok bocsátani, de tele vagyok keserűségen, nem tudok. Ott hevertem a keserűségembe, és nem tudtam megbocsájtani. És tudta az ördög, hogy mostan megint jön a vas szekerével, hogy átgázol akkor, mikor Istennel csodálatos közösségben voltam, mikor szólt, megszólalt a mendörgésbe, és akkor is, mikor a vizeknél ott megpróbált az én életemet, azt mondom, majd meglássa a dolgokat, mit csinált neki a szomszéd, majd a vizeknél, majd meglátszik, megint átgázol rajta. Keserű lesz a szíve a szomszéd ellen, keserű lesz szíve ilyen ember, olyan ember ellen, még Isten ellen is keserű lesz a szíve, mert nem védte meg, és nem tartotta meg. Átgázolok rajta. De szétesett a vaskocsia az ördögnek. Szétesett a sizserának a vaskocsia az én életembe, és azt mondtam, Uram, Te adtad, Te elvetted, legyen dicsőítve a Te neved. És mikor kijelentette újra, és megerősítette, hogy szólt hozzám, hogy ez csak egy próba volt, akkor elhittem, és ez a kijelentett ige adott nekem erőt, hogy ördögnek minden vas szekerét, hogy egyszerűen kiverjem az éket, kiverjem az ő győzelmeit az én életemből, és tönkrement az ördögnek a munkája életemben. Drága testvérek, persze, hogy ő nagyon próbálkozik még mindig, és még mindig nagyon veszélyes. Tudjátok, hogy mikor ez a szabadítás folyt, mikor a fasizmus, még ezek a dolgok, mikor fönnálltak országainkban, akkor nagyon veszélyesek voltak azok, akik visszaléptek, mert... Egy nagyon veszélyes harcot vívtak, léptek visszafele, de pusztítottak. Legalább úgy történt Szlovákiában, tudom, hogy Magyarországon más volt egy kicsit a helyzet, de mindegy. De mikor vissza a fasiszták ott nálunk Szlovákiában, mikor léptek visszafele, akkor égettek föl falvakat és mindent, és hatalmas károkat csináltak, és Le volt győzve az ellenség, ők már futottak, de nagyon veszélyes volt, és nagyon nagy károkat csináltak. Így van a hívő ember életében is az ördög. Ő már futásban van, László. Ő neki már széttörtek a vastrákerek. Jöhetnek a hivatalból, jövennek innen, onnan, Laci, így áll velünk. Nem, hiába hozzák a poharat, hiába hozzák a tokait. Egyszerűen László már győz, kiverte az ördögnek a vasszekereiből a ékeket, szétestek,
De az ördög még mindig erejébe van. No, és itten kell egy nagyon, egy új meglátást kell gyakorolni. Figyeljétek, mi történt. Mikor leugrott a Sizsera a kocsikról, akkor már kocsiknek, már látta, hogy már hiába hozza annak a Lacinak, hiába hozza annak a Sándornak a keserűségét. Egyszerűen már nem tudok, egyszerűen szétezesett már minden esélyem arra, hogy én végig gázoljak rajta, hát elkezdett futni. És hova fut? Nagyon érdekes ez a történet, és ez a Sizsera, ez fut a Jáhel sátorához. És az van megírva, hogy ilyen megalkovás volt a Jábin háza között, és a Jákel, igen, Héber között. Hogy ilyen megalkovás volt, ilyen toleranció. Hogyha nem ellenségeskedés, hanem megalkovás. Na, és erre fut, itt, ahol van a megalkovás, fele fut mindig az ördög. Hogyha jó van, no, jó van, akkor már ne igyál, ne, de tudod mi, de legalább annyit, hogy bemegyek hozzád. Nem kell mondani, Sándornak nem kell megmondani, hogy egyszerűen ez is van a házban, hogy van barackpálinka is, van szilvapálinka is, van... Nem kell ezt mindent órára kötni, ugye? Egy megalkovás, csendben, ne beszélj, és így tovább, ugye? És szépen úgy eltitkoljuk, elrejtsük, és betakar, még van rá magyarázat is, szépen betakarjuk a mi magyarázatainkkal, hogy miért mink így csináljuk a dolgokat. Persze, mert ha jönnek ilyen különleges emberek, akkor ne vizet öntsünk a pohárba, hanem pálinkát. Hát akkor megalkuszunk, és ott van. De ott szunnyog, és ott alszik. És tudjátok mi, az ördög keresi a megalkovás. Mikor már lássa, hogy nincs esélye nálad, mikor lássa, hogy nem tud végig gázolni a te lelkeden, akkor keresi azokat a megalkovásokat, ahol meghúzódik. Meghúzódik. És akkor elkezd parancsolgatni. Ezt mond, ezt nem mond. Adjál ezt, ez az enyém, ezt nem te fogod meginni, ezt én fogom meginni, ezt nekem fogod adni, engem fogsz ezzel táplálni. És azt a rejtett bűnt táplálja, muszáj táplálnod. Valamiképpen, és takargatod. Az a hunya, az a valami, ami össze volt fonyva, ez egy ilyen fonott valami, amivel letakarta a Jáhel ezt a Sizserát. Egyszerűen ezek mindig magyarázatok, amiért mink nem akarunk szabadulni, amiért mink megalkuvást teszünk. Ezek a magyarázatok, ezek azok a összeszövött dolgot, amit mink meg tudunk magyarázni, letakarjuk, és Sándor, hát ne akar tőlem, hát már nem akarok itt lenni valamilyen apáca, vagy én nem tudom, valamilyen szerzetes, hát azért már ezt ne akar. Én nem akarok semmit. Csak egyet vigyázz, testvérem, hogy az Úr Jézus kéri tőled, hogy ne alkudj meg a bűnnel. Hogy tudod, a Jákel az kijött, és azt mondja, Uramnak nevezte az ellenséget. Tudod, mikor kijött, és akkor bejön ez a Sizsera, akkor Jákel Úrnak nevezi, és a Úr elkezd parancsolni. És azt mondja, ezt mondjál, ezt ne mondjál, ezt tegyél, ezt ne tegyél, ebből adja, abból adja, és azt, amit neked Isten adott élvezetre, azt elélvezi az ellenség. Tiéd a víz, ugye, megissza a tiédet. Tiéd az eledel, megissza a tiédet. Tiéd a takaró, egyszerűen elveszi a takaródat. Elveszi az ellenség a javakat. Itt van az a megalkovás, testvérem, mikor megalkuszol az ördöggel, akkor az ördög elélvezi azokat a javakat, amiben te Krisztusban élvezhetsz. Te élvezheted a szabadságot, te élvezheted Krisztus jelenlétét, de ez elveszi. Elveszi azt a takarót, elveszi azokat a élvezeteket, azokat a áldásokat a te életedből. És annak ellenére, hogy te Isten gyermekének vallod magadat, egyszerűen szomorú és szerencsétlen vagy, mert tudod, hogy közeledik a barák.
A Szizera az bejött, de tudod, hogy közeledik a barát? És a Jákelnek el kellett dönteni, most mit csinálok ezzel a bűnnel? Mit csinálok ezzel az ellenséggel? Ha bejön a barák az én sátoromba, akkor nincs magyarázat. Mit mond a barák? Hát itt van az ellenség. Te még be is takartad, meg is itattad. Még itten így szunnyog, és elszenvedted. Elszenvedted a bűnt, testvér. Elszenvedted, hogy ottan a megalkovást a te életedbe, hogy mindig elveszi a békességedet, a Krisztusban való örömödet, a Krisztusnak a takaróját, mikor az ő drága vére fölruház téged, és lemossa a te bűneidet, elveszi a ördög a te takaródat, és szenveded évekig. Jön a barák, jön Jézus Krisztus, és fogja számon kérni a te életedet. Azt fogja számon kérni, miért alkottál meg a bűnnel, miért takartad el, miért magyarázatot szövtél, és miért ezzel a magyarázattal egyszerűen eltakartad a bűnt a te életedbe. Hogy fogod megmagyarázni Jézus előtt azt, amit csinálsz, amiért talán szégyeled magad a hívők előtt? Lehet, hogy szép a prédikációd, lehet, hogy szép a előadásod, de milyen a te karaktered? És az Úr Jézus Krisztus jön a Jákel sátorához. És Jákel tudja, hogy ő neki közeledik az elszámolásnak a napja. Mit csinál? Vesz egy éket az egyik kezébe. Vesz egy perejt. Ugye, kalapácsot. Perejt. És ez az ék, amivel az ő sátorát kihúzta. Amivel erősítette az ő sátorát. Egyszerűen kihúzza. És azt mondja, nem. Nem. Én most nem akarok tovább bűnbe lenni. Nem akarok a obzserstvo. Annak a bűnébe élni, hogy zabálok, bocsánat. Ugye? Nem akarok annak a lelkületében lenni, hogy én zabálok. Nem akarok annak a lelkületében lenni, hogy már mikor mindenki alszik, akkor rámegyek a internetre is, rákattanok egy olyan oldalra, az én szerelmeseim azok aludnak, és de ez a rejtett bűn, ez a takar bűn, egyszerűen ezt tudja Jézus, és föl fogja fedezni a te életedbe. Egyszerűen el fogsz muszajni számolni neked azokkal a dolgokkal, amivel megalkottál a te életedben. És akkor fogja ezt a perejt, és fogja azt az éket, és azt mondja, nekem muszaj végezni. Végezni a bűnnel. Végezni az ellenséggel. De muszaj határozottan. Nem lehet tudod ottan ezzel a ékkel ottan megcsiklandotta volna a fülét, és odavág a ellenség. Ó, mit akarsz te? Puf! Még adott volna a fejére ennek a Jákelnek. Nem! Egyszerűen határozni kell. Kell határozni a te életedbe. Ma döntsétek el, kinek akartok szolgálni. De én és az én népem háza, mink az Urat fogjuk szolgálni. Fogd a perejt. Az a Istennek drága igéje. Fogd Istennek ígéreteit. Az, amivel a te sátradat itt ezen a földön erősíted. Fogd a te kezedbe, és üssé, egy határozatot hozz. Vége a bűnnek, vége a megalkovásnak, vége annak, hogy én takarom a bűnt. Vége, és tőlem már ne akarja az ördög, hogy én éjszaka kiszökjek a feleségem ágyából, és internethöz menjek. Ne akarja az ördög az, hogy lemenjek a pincébe, és ottan osszam magamnak azt a bort, vagy azt a pálinkát, vagy azt, amit csak én tudok. És ne akarja az ördög, hogy én megalkuvással élek az Isten elővetelének napjáig. És végezett a Jákel a bűnnel. És azt mondta, és kimegy. Testvérek, csodálatos dolgot tett ez a Jákel. Kimegy és nem fél. Nem fél a baráttól. Azt mondja, gyere, Uram, gyere. Azt mondja, gyere, és nézd ezt a bizonságot.
Testvérek, és itt van az a győzelem a hívő ember életébe, hogy te nem tudsz bizonságot tenni arról, hogy téged Jézus megszabadított, ha még ott alszik a bűn a te életedbe. Nem tudsz Jézus arról tenni bizonságot, hogy Jézus megszabadított a paráznaságtól, ha még mindig kínlódsz és nyavajogsz a paráznasággal. Nem tudsz bizonságot tenni arról, hogy Jézus Krisztus megszabadított valami más dologtól, a italtól, attól, hogy a pénzed ide teszed, narkóktól, én nem tudom mitől, ameddig nem végezel, ameddig nincs egy végső határozat, hogy vége ennek, nem végeztem az ördöggel, és nem fogom takarni, és nem fogok megalkudni a bűnnel. Mikor végeztél, kimész, és azt mondod, igen, testvérek, volt az én életemben a nikotinnak a bűne. Volt az én életemben a paráznaságnak a bűne. Volt az én életemben ez. Volt az én életemben az. De gyertek és lássátok, hogy vége van, hogy Jézus Krisztus győzött, hogy már nincs ereje az ördögnek az én életem felett. Mert Jézus Krisztus uralma alá. Gyere, Uram, és nézd és lásd az én szívemet, hogy őszinte szívvel állok előtted, hogy nem takargatok bűnt. Ha gyenge is vagyok, de akkor is, Uram, tiéd a győzelem, tiéd a hatalom, tiéd a uralom, és az én sátram, Úr Jézus Krisztus, a bizonság arról, hogy győztem az ellenség felett. Valaki azt mondta nekem, mikor elbeszéltem azt, hogy milyen féltéken voltam az én fiatal koromban, amikor megnősültem, olyan féltéken voltam, testvérek, hogy a fejemet vertem a falba, azt mondtam, hát mi van velem? Olyan ördögi erők körülvették az én gondolatvilágomat. És én tudtam, hogy az én feleségem tiszta, és hogy ő neki semmi más gondolata nincs, hogy szeret is, őszintén is tisztán, de testvérek, bennem ott lapult az a féltékenység, és akkor azáltal a féltékenység által úgy jött az ördög, és végiggázolt az én életembe, és ez a féltékenység elvette a békességet közöttünk, és Zsuzsika soha nem értette, mi van ezzel a Sándorral? Hát megint kákát keresi a boton. Most, és tudjátok mi? Nem az volt a baj, hogy valami nem volt a helyén, nem az volt a baj, hogy valami nem volt időben megtéve, vagy megcsinálva, mert én is ember vagyok, és tudom, hogy de tudjátok, mi volt a baj. És sokáig nem tudta az én feleségem, hogy az én életemben a féltékenységnek a bűne, ott takarom, mindenfélével megmagyaráztam, letakartam, itattam, etettem. Csak az volt, hogy elvette az én szívemből azokat a javakat, hogy én örülhetek, hogy van egy drága feleségem, egy tiszta feleségem, akivel együtt örvendezhetek. És aztán azt mondtam, Úr Jézus, nem akarom tovább takarni az én bűnemet, nem akarom az én féltékenységemet eltakarni, és megmondtam az én feleségemnek, drága Zsuzsika, ez az én bűnöm, ezt takargatom a szívemet, de én nem akarok, és gyere is, imádkozz velem, és akkor könyörögtünk, kiáltottunk az Úrhoz, és az Úr megszabadított engemet. És mikor erről beszéltem, jött valaki, Sándor, ez ilyen nagyon érzékeny dolog. Hát úgy fölnéztünk rád, hát ilyen bűn is volt. Igen, mondom, ez az én bizonságom. Ezt csinálom, mint a Jákel is. Azt mondja, gyere és nézd, figyeld, itt volt az ellenség, de halott. Már nem vagyok féltéken. Nem azért, hogy már ősz a hajam, nehogy azt gondolj. Már ott az elején legyőzte az Úr Jézus az én életembe. Érted? Volt bűn, volt ez, volt az, volt amaz, de gyere és lásd, hogy ez a bűn halott, hogy nincs ereje, nincs hatalma az én életemben. Ez egy bizonság. És azért sokszor, testvérek, műsorok vannak a gyülekezetekben, mert nincs élő bizonság. Hát, ha nincs bizonság, akkor műsorozni fogunk. De vigyázzunk, testvérek, Jézus a bizonságot várja. Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy vagy a Jákel nem azt tette, hogy most kimegyek a barák elé, és elmondok egy szavalatot, vagy egy számot, elzongorázok neki, vagy én nem tudom mi. Testvérek, nem erre volt kíváncsi Jézus. A bizonságra volt kíváncsi.
Bizonságra kíváncsi az Úr Jézus. Meg van ölve a bűn a te életedbe? Vagy takargatod? Vagy megalkudtál? Lehet ilyet prédikálni, testvérek? Nem tudom, nem rontottam valamit? Hát akkor térjünk meg. Ha nem rontottam, akkor térjünk meg. Megértettük, testvérek. Ha nem lesznek megalkuvó keresztények, ha nem lesznek bűntakaró keresztények, akkor kik leszünk? Hát Isten harcosai, és bizonságtevő Isten gyermekei. Hát gyere és térj meg, és add át életedet, és mondd meg, igen, van bűn az én életemben, de gyertek testvérek, és most megöljük, most fogjuk a peret és Isten ígéreteit, és véget vetünk ennek a gonoszságnak, amit mindig megmagyaráztam, és mindig ilyen takaróval betakartam, és nem engedtem, hogy hozzányúljanak. Most véget akarok vetni a bűnnek, nem akarok többé megalkozni a bűnnel, akarok győzni Jézus nevében. Itt a te lehetőséged. Ma, ha hallanád az ő hangját, ha hallanád, hogy szól hozzád, ne keményítsd meg a te szívedet, hanem nyisd meg a te szívedet, és mondd meg, Uram, itt vagyok, kész vagyok, jössz, akarom, hogy legyenek bizonságok az én életemben, győzelemnek a bizonságai. Lehet, hogy szégyenemre lesz az, hogy beengedtem ezt is, azt is életembe. De az lesz a bizonság, hogy már nem él a bűn az én életembe. Halleluja! Amen. Fogunk imádkozni. Hajtjuk meg fejünket, szívünket Isten előtt. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy jöttél azért, hogy add nekünk kijelentett élő szavat, beszédet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ezek által az ördögnek a szekereit tönkretezed a mi életünkbe. És nem engeded, hogy végig gázoljon az ellenség a lelkünkön. De azt érezzük, hogy még vannak megalkuvások. Hogy megalkuszunk, beengedjük a sátrunkba, életünkbe azokat a dolgokat, amikről csak te tudsz, és mi. Úr Jézus, most annyira világosan belevilágítottál életünkbe. Nem tudunk elrejtőzni. Szinte a te fényed rávilágít a mi bűnünkre, a rejtett bűneinkre. És azt kéred, hogy most, mikor halljuk a te hangodat, most döntsük el, most végezzük el, most a kegyelemnek a ideje. Ó, köszönöm a te hívó szavadat. Köszönöm, hogy itt vagy, drága Úr Jézus Krisztus. Köszönöm az én drága testvéreimet. És most, mikor megvan hajtva a te fejed, a te szíved Isten előtt, és úgy látod, hogy még vannak rejtett dolgok a te életedben. Vagy valaki ott van még mindig, hogy a vasszekerek végig gázolnak életén, és akarsz szabadulni, akarsz gyógyulni. Értsd meg, hogy most a te órád ez. Ez a te pillanatod. Jézus meg akar szabadítani téged. Az Úr Jézus akarja szétverni azt a vasszekeret a te életedbe. Az Úr Jézus akarja, hogy véget vessé a bűnnel, az ördöggel. Ne cimboráz vele. Van itt valaki olyan, aki most ebből a pillanatban kezébe veszi azt a perejt. Most ott van a szívébe az a döntés, hogy Isten igének alapján és Isten beszédének alapján, hogy most véget vet a bűnnek. Emeld fel a kezedet. Légy áldott az Úr Jézus drága nevében. Legyetek áldottak, ti is itt fönt a dobogon, de ti is itt lent a padokban. Itt elő és hátul is. Dicsőség Istennek, halleluja. Jöjj, Szentlélek Isten, ebben a pillanatban, Uram, mert olyan világosan világítsz az mi életünkbe, hogy nem tudunk semmit elrejteni. Ó, Úr Jézus, jöjj segítségül, hogy azt a perejt és azt a éket, hogy beleverjük az ellenségnek az ő gondolatán, hogy túljárja az ő eszét,
és hogy meglássa azt, hogy mindent, ami kitalál, az csak egy lukas tudomány, és hogy nincs benne semmi erő, mert te győztél, mert a te drága igéd, a te kijelentett beszéded, az, amely legyőzte a mi szívünket, életünket, és ellenségnek a tudománya lyukas és holt. Dicsőség neked, Úr Jézus Krisztus! Fölemeljük a te dicsőségedet, fölemeljük a te szabadításodat, fölemeljük, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy te itt vagy. Jöjj és érítsd ezeket a szíveket, és gyógyítsd és szabadítsd. Jézus Krisztus nevében, az Úr Jézus ebben a pillanatban minden ördögi erőt, minden köteléket, minden láncot, minden hálót, amit ördög rád dobott, szétszaggassa, széttépi, és hirdetem neked Jézus nevében a szabadulást. Szabad vagy Jézus nevében. Fogadd el ezt a szabadságot, és végezz a bűnnel, és gyere ki, és mondd meg, Uram, győztem a te nevedért, győztem azért, mert te jössz, és teszek bizonságot, hogy neked engedek, mert téged szeretlek, és téged hívlak be az én életembe, az én sátoromba. Köszönöm, Úr Jézus, hogy elvégezted. Dicsőség neked, halleluja! Végezd el ezekben a szívekben, és hadd tudjanak tartós győzelemben élni minden napjaikban. A te drága szent nevedben. Amen.